A reggelit elfogyasztva maradjunk még egy kicsit az egészséges életmód témájánál. Az utóbbi évek egyik a médiában sokat szereplő könyvszerzőjét, Tóth Gábor élelmiszeripari mérnököt láthatják, hallhatják. Előbb az Életadó Televízióval való beszélgetése kerül sorra, majd elkezdi sorozatát, amelynek címe Az egészség evangéliuma. Kérem, kísérjék mindkét műsort, a beszélgetést és az előadást is megkülönböztetett figyelemmel. Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Az Egészség evangéliuma címmel sorozatot kezdünk, amelynek során a mai embert leginkább érintő egészségügyi kérdésekről lesz szó, illetve a Bibliának ezekre adott válaszairól. Már is köszöntöm stúdiónkban Tóth Gábor élelmiszeripari mérnököt, akit sokan ismernek televízióból, rádióból, és nem utolsó sorban eddig megjelent sok-sok könyve folytán. Gábor, mivel ez egy sorozat első adása, légy kedves, mutatkozzál be, hol születtél, gyerekkorod, hol telt el, milyen iskolákat végeztél, és hogyan is végeztél el aztán azt a bizonyos kertészeti egyetem élelmiszeripari mérnök szakát, illetve mi volt ennek a pontos címe, és hogyan hatott ez pályaválasztásodra? Budapesten születtem. Erdélyi család sarja vagyok. Gyermekkoromban édesanyám észrevette, hogy a biológia, a kémia, az ilyen jellegű dolgok, az állatvilág nagy mértékben érdekel sokkal jobban, mint bátyámat, aki inkább műszaki beállítottságú. És úgy döntött édesapám, hogy amikor pályát kellett választani már a középiskola idején, akkor azt tanácsolta, hogy inkább ilyen jellegű iskolát válasszak, és logikusnak tűnt, hogy a Pesti Barnabás élelmiszeripari szakközépiskolába jelentkezzek, ahol föl is vettek. Tehát 4 évet ott végeztem el, célzottan élelmiszertudomány alapképzést kaptam, majd le is érettségiztem. Az érettségi után nagyon nehéz volt a választás, hogyan tovább. És mivel nem éreztem nagy kedvet, hogy nagyon magasan kvalifikált ember legyek, úgy gondoltam, mint más fiatalok, hogy meg lehet élni érettségivel is, majd valahogy az ember eltölti az időt, majd valahogy lépésről lépésre jut a ranglétrán. Rá kellett jönnöm, hogy ez nem működik. Érettségivel a kezemben tulajdonképpen üresen lézengtem a világban, és jött egy lehetőség, hogy egy ráképzés indult szintén a Pesti Barnabás élelmiszeripari szakközépiskolában, és így egy év ráképzéssel elvégeztem a technikumot. A technikumban már a professzorok azt tanították, hogy a technikumi végzettséggel, a technikusi végzettséggel már jól el lehet helyezkedni, mert az ember többet tud. Hát ismét rá kellett jönnöm, hogy az élelmiszeripari technikus is igazából nem ér sokkal többet, ezzel a végzettséggel szinte nem lehet elhelyezkedni, de nem bántam meg, hogy elvégeztem. Elmentem dolgozni élelmiszeriparba, vegyiparba, és elég sok olyan dologgal találkoztam, ami szintén ráébresztett, hogy egészségügyi ártalmak és egyebek érhetik az embert, és egyre inkább kezdtem éhezni és szomjazni a tudást. Rájöttem, hogy engem érdekel az élelmiszeripar, elkezdtem járni könyvtárba, elkezdtem ilyen típusú filmeket, műsorokat nézni, olvasmányokat olvasni, és adott egy lehetőség, miután a Műszaki Egyetem vegyipari karára jelentkeztem és fel is vettek, ezt úgy éreztem, hogy nem nekem való. Én nem vegyész akarok lenni, hanem élelmiszeripari szakember. A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem pedig ilyen szakmát hirdetett. Először a főiskolára nyertem felvételt, 3,5 évet végeztem ott. Élelmiszer technológus üzemmérnök lettem. Ez ugyanott a Villányi úton volt? Így van, így van. Tulajdonképpen Szegeden is van egy ilyen képzés, és Budapesten is van egy ilyen képzés. Ezek egymással kvadrálnak, hasonló alapképzést jelentenek. Ez a kettő van összesen az országban? Talán még egy-kettő más hely is van, de ez a két legismertebb, így van. Ez a két legismertebb. Majd miután elvégeztem 3,5 évet, hát üzemmérnöki, tehát főiskolai diplomával a kezemben elmentem világot látni. És mondanom sem kell, rájöttem arra, hogy
ez igazából a régi időknek a végzettsége. Üzemmérnök senkinek nem kell. Elmentem, önéletrajzomat beadtam különböző élelmiszeripari cégekhez. Azt mondták, hogy vagy felsőfokú, tehát egyetemi végzettség, vagy középvégzettség. Üzemmérnök az egyiknek sem felelt meg, vagy túl erős volt, vagy túl gyenge. És azon gondolkodtam, hogyan tovább. Hát természetesen folytattam a tanulmányaimat, és tovább iratkoztam az élelmiszeripari okleveles egyetemi képzésre. Különbözeti vizsgákkal átvettek, ezáltal egy évet az ember beszélt, de nem baj, és további 3 évvel megfejeltem a tanulmányaimat, és így okleveles egyetemi végzettségre tettem szert. Így visszagondolva azt mondom, nem bántam meg egyiket sem. A szakközépiskolában megkaptam az alapokat. A technikumban rengeteg kiegészítést kaptunk. A főiskolán megtanultuk, hogyan kell gyártani. Tehát az üzemmérnök ugye az gyakorlati szakember. Majd az okleveles egyetemi végzettség arra volt jó, hogy megtanultunk technológiákat tervezni. Tehát azt lehet mondani, hogy azáltal, hogy én ezeket mind végigjártam, beleláttam az élelmiszer minden kulisszája mögé, és ezáltal hatalmas alapot nyerhettem annak érdekében, hogy előadásokat tartsak, megosszam a hallgatókkal majd a későbbiekben, hogy mit érdemes tudni erről a szakmáról. Tehát lehet mondani, hogy akkor 4 iskolát végeztél egy pályáért. Így van, szó szerint. De úgy látom, hogy az igazi iskola az akkor következett be, amikor elvégezted a kertészeti egyetemet, és ott álltál a kihívás előtt, hogy most hogyan is lehet az embereket, a mai embert, aki ki van szolgáltatva azért az élelmiszeriparnak, vagy ahogy az egyik könyvedben megfogalmazott, hogy nem mi élünk az élelmiszeriparból, hanem az élelmiszeripar él belőlünk, hogy lehet most az embereket felvilágosítani, hogy melyek azok az élelmiszerek, amelyeket hát többé-kevésbé egészséggel lehet fogyasztani, és melyek azok az élelmiszerek, amelyek gyanúsak, vagy legalábbis mögöttük nem annyira az emberek szolgálata áll, és tetejébe itt szembe kell, hogy találkozzál a mai világ rettenetes pénz érdekeltségével, hiszen itt vérre mennek a dolgok, minden gyártó és forgalmazó védi a maga érdekeit. Könnyű pályakezdés volt ez, vagy nehéz az egyetem után? Nehéz, nehéz. Egyrészt azért, mert az élelmiszeripar egy túltelített iparággá vált. A privatizáció és egyéb dolgok révén egy-egy nyugati cég saját szakembergárdát képez ki. Ez egy belterjes rendszer, nem fogadnak el igazából belépés, csak általuk választott módon. Nagyon nehéz munkát találni az élelmiszeriparban, de vannak azért rések, vannak helyek. A probléma az, hogy az embernek el kell adni a lelkiismeretét. Az embernek el kell adni a lelkiismeretét, mert ugye papírokat kell aláírni, büntetőjogi felelősség lép be, és miközben az ember a reklámokban azt látja, még maga a gyártó is, és a gyártásban résztvevő szakember is, ami mondjuk én is lehettem volna, hazamegyek, és a reklámban azt látom, hogy milyen egészséges mondjuk az általunk gyártott termék, pontosan tudom, hogy mi van a termékben. És ez olyan mérvű lelkiismeret furdalást jelent, amivel egyébként szinte biztos, hogy a világon rengeteg gyártásban résztvevő lelkiismeretes ember együtt él. Nagyon nehéz volt a pályakezdés, és azt lehet mondani, hogy vissza is riasztott. Rá kellett jönnöm, hogy az élelmiszeripar nem élelmiszer gyárt, hanem imást épít. Imást épít. Az élelmiszeripar egy képet gyárt bennünk, hogy mit nevezzünk mi magunkban élelmiszernek. Az élelmiszeripar gyárt valamit, és elnevezi ezt élelmiszer. Tehát a tudatot formálja át először, és az átformált tudatú emberbe könnyen viszi bele a termékét. Így van. Így van. Előre tervezett módon épít fel az élelmiszeripari menedzser szakma stratégiákat. Jobban ismernek minket, fogyasztókat, mint mi önmagunkat. Félelmetes ez az egész rendszer. Olyan szakembereket vonnak be ebbe a struktúrába, hogy ezt nem is gondolnánk, tehát pszichológusokat, személyszorvosokat, egyebeket, és olyan stratégiát folytatnak, hogy mi azt érezzük, hogy szabadok vagyunk. Ezt hívom én virtuális szabadságnak. És nagy a választék, sok minden között választhatunk, pontosan. Szépek a termékek, és csak a pénz állja az útját. Igen. Igen, és úgy neveztem el, hogy tulajdonképpen egyfajta modern rabszolgaság. Az élelmiszerek rabszolgáival tettek minket, vagy mi is hozzátesszük magunkat, az élelmiszer függőség óriási probléma a világon. Szóval visszatérve egyfajta katarzison mentem át. Rá kellett jönnöm, hogy amit én elvégeztem az elmúlt 10 évem során, bennem fölépített a szakma egy képet. És én úgy végeztem az Élelmiszeripar Egyetemen, hogy én azt hittem, hogy én valamit tudok, és valami jó cél érdekében tudok dolgozni.
és rá kellett jönnem, hogy üzletembereknek kell segítenem újabb úszómedencés villát építeni. Hogy embereknek kell segítenem, gazdag embereknek, hogy még gazdagabbá váljanak. És be kell csapnom az egyszerű kis nyugdíjast, hogy ő a csokoládéból antioxidánst fog nyerni. Hát dehogy fog. És amikor én megnézem az emberek kosarát, azt látom, hogy ennek a rabszolgái. A marketingnek, az élelmiszeripari reklámoknak az embereket általában tisztelt a kivételnek becsapják. És én azt mondtam, hogy köszönöm szépen, ebben a becsapásban én nem szeretnék részt venni. Tehát ha jól értem, ez körülbelül olyan, mint amikor a cigarettagyártás elkezdett fejlődni, és különböző adalékanyagokkal függő helyzetbe akarták hozni a fogyasztókat, hogy le ne tudjanak szokni. Így jöttek be az élelmiszeriparba a chipszek, egyéb más készételek, slágertermékek, talán ne is mondjuk, talán törvény is védi, hogy én ezt nem mondhassam, de mindenki érzi a jelenséget, hiszen Magyarországon is már több televíziós csatorna vetített filmet, egy világszerte ismert üzletlánc termékeit fogyasztotta egy hónapig valaki, és nagyon súlyos betegségekbe esett. Most, amikor te ezzel szembesültél, akkor nem érezted magad egy olyan kis kukorica Jancsinak ebben a nagy világ rengetegben, ahol pontosan előre szabályozottak a törvények, a csatornák, és hát mindenki ebbe bent van. Mit tud itt tenni valaki, aki átlát a szitán, és aki látja, hogy végülis az egészség megóvása érdekében csak az lenne a jó, hogyha az emberek kicsit maguk gazdálkodnának, amire nincs idejük, kimennének a piacra, már arra sincs idejük, maguk készítenék el a dolgok többségét, reggelit, ebédet, vacsorát, már arra sincs idejük. Tehát ez nem egy kicsit egy ilyen szélmalomharc most, hogy egy 6-7 évvel ezelőtt elkezdődött a pályád. Ugyanakkor láttalak több televíziós csatornán is, hogy beszéltél ezekről a kérdésekről, a rádió is hív kerekasztalra, hogy most akkor itt egy küzdelem van a háttérben, és ebben a küzdelemben próbálod megtalálni a helyedet, hogy ne is támadj semmit, mert hát a rossznak mindenki előtt magának kell elepleződnie. De ugyanakkor a jót úgy képviselt, hogy azt az emberek ne tartsák lehetetlennek, hogy azt kövessék. Az elmúlt, mert hiszen 32 éves vagy, tehát fiatal vagy, a pályakezdésed 6-7 évre megy vissza, hogy vonnád meg az elmúlt 6-7 év mérlegét, hogy mit sikerült elkezdened és hova jutottál? Azt látom, hogy hatalmas munka áll mögöttem és előttem is. Kollégáimmal, barátaimmal, munkatársaimmal együtt azt mondhatom, hogy ezt az építő munkát elkezdtük. Visszariadtam, meg kell mondani, visszariadtam attól a tömegtől, akik ennek ellenkezőjét állítják, és támasztják alá akár áltudományos véleményekkel. Visszariasztott az a sok-sok ember, akit nem érdekel az egészség. Az embereket nem mindig érdekel az egészség, mert az emberek a saját ízlelőrendszerüktől vannak vezettetve. A kényelem. Igen. Azt láttam, hogy nagyon nehéz munka, és valamilyen szinten szélmalomharcnak éreztem. De hát, mivel lelki kérdésekkel is foglalkozom, eszembe idéztem Luther Mártont, aki egy emberként állt szemben egy egész világgal. És azt mondtam, hogy itt állok, más nem tehetek, Isten engem úgy segéljen. És úgy látom, hogy felülről segítséget kaptam, úgy látom, hogy azt a munkát, amit én elkezdtem, azt mások is továbbvihetik majd. Csatlakoztak hozzám emberek, és most is azt mondhatom, hogy az országban akár több száz, több ezer ember van, aki nem kimondottan, de érdeklődik az egészségvédelem iránt, aki hallgatja a mi kazettáinkat, CD-inket, olvasgatja a könyveket. Az emberek nem merik kimondani, vagy nem mondják ki, de egyre inkább érdekli őket az egészség. Azt mondhatom, hogy kicsiben, kis csoportokban elkezdtük a munkát, létrehoztunk kis sziketeket az egészségtelen életvitel tengerében, és az a véleményünk, hogy ezeken a szigeteken egymás felé lépéseket tehetünk, szigetről szigetre ugorhatunk. És mivel minden nagy vállalkozás kicsiben indul el, már most látom, hogy ez szélesedik, és szélesedni is fog. Hadd kérdezzem meg, hogy mondtad, hogy lelki kérdésekkel is foglalkozol, hogy magának a Bibliának a megismerése is, hogy a Bibliában is van egy kifejtett egészségvédelmi rendszer. Ez hogyan hatott az addigi tanulmányaidra? Mert gondolom se a szakközépiskolában, se a technikumban, se a főiskolán, de még az egyetemen se találkoztál e fajta megközelítéssel. Meg kell mondjam, hogy a bibliai megközelítés úgy hatott rám, mint amikor egy fának a kiszáradó gyökeri nedvességet, táptalajt, tápanyagot kap.
olyan mérvű megújulás tulajdonképpen ez volt az egésznek a motivációja. A Biblia egy olyan motivációt adott nekem, ami nélkül valószínűleg nem lettem volna képes ezt elkezdeni. Egy olyan táptalajra állította az életemet, amin jól tudott növekedni a tudás, az ismeret, az előadásmód és sok-sok minden. Azt látom, hogy a Biblia egy fantasztikus oázis volt a kiszáradásban lévő világban, és az én lelkemben is egy olyan növény kihajtását eredményezte, ha lehet így mondani, ami végül is eljutott a jelenhez és a jövőhöz is. Én azt kell mondjam, hogy a könyvek könyvéből tudom venni és tudtam venni azokat a tanításokat, amelyek az egészség védelemben segítettek. Ennek a kivitelezésében. Ez motivál. Az emberek sokszor kérdezik, hogy mi hajt, mi motivál egy embert abban, hogy szélmalomharcot kvázi folytasson, és azt tudom mondani, hogy soha nem fogom abba hagyni. Azért, mert bár sokan vannak ellenünk, de még többen vannak velünk, vagy lesznek velünk, és a Biblia azt tanítja, hogy az embert ne kedvetlenítse el az, hogy sokan vannak ellenünk. És azt láttam, hogy az egészségnevelésben sok-sok ember van az ellentáborban. Üzleti érdekek és számos hely, ami ellen küzdenünk kell. Én azt tanultam meg az életben legalábbis eddig, hogy én nem küzdök az ellenségeimmel. Nem küzdök az ellenségeimmel, én építek mellettük, tehát őket nem tudom figyelembe venni, én mellettük építek egy tornyot. És az a torony, ha a Jóisten segít, akkor ez megostromolhatatlan torony. És a Biblia azt tanítja, hogy ha valaki lelki alapon végez egy munkát, az egy olyan torony, az egy olyan építmény, ami nem dönthető le. Első könyveddel mindjárt egy nagyon időszerű betegség természetrajzát mutattad fel, ez a csontritkulás, ami Magyarországon az elmúlt, gondolom nem mondok sokat, csak másfél-két évtizedben rendkívüli módon elterjedt. Itt van kezemben a könyvnek most már talán ez a harmadik kiadása, igen, és a harmadik kiadás bővített kiadás, más is a címe. Elindította ezt a Tudomány és Életmód című sorozatot, és Ne veszítsd el csontjaidat. Alcíme forradalmian új hírek a csontritkulás megelőzéséről és leküzdéséről. Miért ezzel kezdődött a könyvírói pályád? Röviden csak néhány szót mondanék magáról a könyvírásról. Az emberek azt hiszik, hogy az írók azért írnak könyveket, hogy mutogassák magukat, a saját képességüket. Én nem akartam könyvet írni. Egyszerűen akkora igény jelentkezett, hogy ezeket az elméleti és máshol nem felelhető ismeretanyagokat megosszam az emberekkel. Úgy döntöttem, hogy multiplikálom a tudást. És sokszorosítottam a megszerzett anyagokat, hát így jött a könyv, rengeteg hallgató bátorított el. Tehát én sem azért írok, hogy most valamit csináljak, mert mondják, hogy most minden ember ír. Nem. Azért, és csak hiánypótló témákkal foglalkozom, tehát olyan téma, amit már mindenhol hallani, azokkal ritkán foglalkozom, legalábbis könyvet nem írok belőle. A Ne veszítsd el a csontjaidat című könyv legalább 1 millió embert érint Magyarországon, de azt mondom, hogy majdnem 8-9 millió. Tehát minden ember, aki kólát iszik, aki chipseket eszik, aki gyors étteremekbe jár, előbb-utóbb ebben fog szenvedni, ez csak időkérdése. Ezért már gyermekkorban meg kell előzni. A csontritkulással kapcsolatban nem csak átfogó, hanem konkrét dolgokat is mondok. Tehát hogy kell felépíteni a csontvédő menüt? Hogy néz ki a csontvédő torna? Mi az a K-vitamin? Mi az a folsav? Miért van ennyi gerincség, olyan roppanás? Ezekkel mind foglalkozom. Igaz az, hogy a csontritkulás azért van, mert az ember nem zsír és húsevésre teremtett, és a megemésztéséhez a csontokból kell kivonni a kálciumot. Ez az elsődleges oka a csontritkulás? Röviden és tömören, igen, óriási energia veszik el a szervezetben arra, hogy a lebontási terméket semlegesítse. Ki rengeteg húst, sajtot, tejterméket, tojást, tehát állati fehérjéket eszik, olyan mérvű anyag, tehát káros anyag szabadul fel a szervezetben, hogy ez leköti a munkát. És a csontok adják ehhez a segítséget, az utóvédsereget. A csontok úgy mentik meg az életünket, hogy önmagukból adnak. Csak erre rámegy a csontozat, és tönkre megy, és porózussá válik, és összeomlik. Tehát valamit adhatnak, de ha túl sokat adnak, akkor ők is, meg mi is tönkre megyünk. Így lehetne összegezni? Igen. Egyensúlybomlás történik.
A csontritkulás után, amivel foglalkoztál, megint csak egy nagyon érzékeny, sőt úgy gondolom, hogy még annál is érzékenyebb téma. Most a második kiadása van ennek a könyvnek a kezemben. Az elszámokról őszintén élelmiszereink árnyoldalai. Hogyan mertél erre a területre lépni? Nem érezted ezt veszélyesnek, hogy talán még meg is fenyegetnek, hiszen az elszámokkal tele van az élelmiszeripar. Emlékezem, megkerestem egy Semmelweis Orvostudomány Egyetemi docenst, hogy együtt írjuk meg a könyvet. Az élelmiszeripar kulisszatitkairól is azt mondta, hogy Gábor, én családos ember vagyok. Én ezt nem tehetem meg. Engem kirúgnak. Én elveszítem az állásomat, de neked sok sikert kívánok. És hát én is csak úgy tehettem meg, hogy nem tartozom semmilyen ipari érdekhez. Egy non-profit alapítvány szolgálatában szegődtem, és hogy mennyire bátorság vagy nem, azt gondolom, hogy ha valaki hitből csinál valamit és meggyőződésből, nem kell ehhez különösebb bátorság, meg kell írni. De arra figyelni kell, hogy a Biblia is mondja, hogy okosnak kell lenni. Arra figyelni kell, hogy olyan védett információkat, neveket, amihez büntetőjogi felelősség kötődik, ezeket nem szabad leírni. Amelyeket általában az emberek egyébként ismernek. Az én könyveim olyanok, hogy én ha írok 200 oldalt, ha valaki a sorok között olvas, akkor ő 400 oldalt fog belőle kiolvasni. Szerintem úgy kell egy könyvet megírni, hogy az emberek gondolkodására kell építeni. Tehát én nem úgymond amerikai stílusban próbálok írni, hanem hiszek abban, hogy az olvasó a sorok mögött is tud olvasni. Tehát amikor én írok egy tendenciáról, az olvasó behazonosítja, hogy én miről beszélek. És ez nem támadható. Tehát jogvédett neveket, tiltó dolgokat nem írok. De olyan tendenciákat leírok, amik a kulisszák mögött vannak, és nem mindenki ismeri. Tehát akkor az elszámokról is lehet mondani, hogy egyrészt elutasítod azt, ami álhír, ami tévhír, ami fölösleges izgatottságot szerez, ugyanakkor helyére teszed azokat, amelyek sajnos megalapozott hírek az elszámokkal kapcsolatban. Igen, egyensúlyban kell ezeket látni. A harmadik könyved megint egy más területre tért. Ennek is egy új kiadása van a kezemben, és úgy csodálkozom is, hogy ez már a negyedik kiadás. Ennyi allergia probléma és kandidiázis probléma van Magyarországon. Persze láttam erről már más könyveket is, de hogy egy könyved egy-két év alatt a negyedik kiadást érje meg, ezt hogyan vetted? Elég sikeres a téma, ugye a témának szól főként az elismerés. Allergia. Magyarországon az emberek harmad része allergiás. Az emberek sorra és sorra keresik a megoldásokat. Na most az orvostudomány kezeléseket és gyógyszereket ajánl. Én a könyvemben természetes gyógymódokat ajánlok, meg előzést ajánlok, illetve valaki már allergiás lett, hogyan állítsa helyre a bélflóráját, milyen összefüggés van a bélrendszer és a tüdő között. Szóval olyan gyógymódokat ajánlok, ami nem egészen ismert Magyarországon, és orvosi szempontból nem biztos, hogy mindig elfogadott. Egyet viszont tudok. Amióta a könyvet megírtam, publikáltam, és amióta a könyvet sokan olvassák, rengeteg telefont kaptam, hogy elmúlt az allergia. És nekem ez számít, hogy a tapasztalat igazolja is működik. Az eddigi három könyved alapján melyik iránt nyilvánult meg a legnagyobb érdeklődés? Gondolok itt csak a média szereplésekre, televízió, rádió, melyik könyvvel kapcsolatban kért fel a legtöbb? Az élelmiszeripar kulisszatitkai, az elszámok nagyon érdekfeszítőnek tartják a média szakemberek is, a fogyasztókat érdekli. Az elszámos könyvem valóban az ami a legsikeresebb volt, az allergia is szintén, ugye az két könyv egyben, tehát allergia és kandida könyv egyben. Aztán a negyedik könyved, ami ismét itt van a kezemben, ennek egyelőre csak egy kiadása, mert 2004-es a könyv, a génháború. Apropó, mit tudsz ajánlani? Génkezelt szójákról, paradicsomról, paprikáról hallunk. Hát a génkezelés nem természetes dolog. Régen is volt szaporítás, nemesítés. Ez a génmanipuláció már olyan csúnyán is hangzik. Ebben nincs jó dolog, ebben nincs fejlődés, ez csak rossz dolgot takar. A fejlődés részét képezi, számos gyógyszer így készül. Génmódosított gombákkal, baktériumokkal. A gyógyszeripar így működik. Nem volna ma inzulin a világon, hogyha nem volna génmódosítás. Tehát részben áldás. Az élelmiszeripari használat ellen kardoskodom. Az nem természetes dolog, hogy a sarkvidéki lepényhal fagytűrését felelős génjét én ki tudom hollózni, és ezt eperbe rakom. És fagytűrő epret állítok elő. Na most a természetben ilyen soha nem jön létre. De a kereskedelemben ez keresett lenne, mondjuk a fagytűrő déli gyümölcsök előállítása.
Hát emögött sok esetben üzlet van, hát őszintén meg kell mondjam, a könyv megírása után nem sokkal engem is telefonon fölhívtak és megfenyegettek. Tehát aki üzletben... Hivatalos helyről, vagy, igen. Vagy magánszemélyek igen. Csak? Tudományos résztvevők tették ezt, vagy a résztvevő, mégpedig olyan érvekkel, hogy a könyv szakmailag hiteltelen. Pedig neves biológus lektoráltat. Tehát a könyveimet neves és nem elfogult szakemberekkel lektoráltat. De megalapozott támadást kaptál? Tehát olyan kritikát, amiben mondjuk nem csak egy telefonhívás, hanem egy folyóiratban, egy napilapban leleplezik, hogy te rosszat mondasz, mert tudománytalan. Nem volt ez komoly, amennyiben a könyvet visszavonom. Tehát ennek valószínű, hogy folyományát tervezték. Na most, mivel én azt várom, hogy a génmódosítás kapcsán nálam sokkal okosabb szakemberek írjanak erről a könyvet. Tehát én nekem az volt a célom, hogy kiugrassam a nyulat a bokorból. Én nem vallom azt, hogy én értek ehhez a témához, jobban értek, mint egy gén szakember, genetika professzor. Nem az a célom, hogy az emberek ezt ismerjék meg, és ha valaki ennél okosabbat tud, az írja meg. Az a célom, hogy információt áramoltassak, és én örülök, hogy engem fölhívtak. Én örülök, hogy engem fölhívtak, mert ez azt jelenti, hogy egy kicsit a port az ember felkavarja. És ilyenkor megindul a gondolkodás, ilyenkor csoportok ülnek össze és gondolkodnak. És hadd jelezzem, hogy Pusztai Árpád professzor, a neves szakember, aki emiatt vesztett nem egy és nem két dollárt és márkát az életében, őt láttam, illetve az ő könyvét látom most már a bioboltokban, az üzletekben hasonló témában ír, az ő neve sokkal nagyobb, mint az én nevem, és módfelett örültem, hogy Pusztai professzor is kötélnek állt, mint hogy korábban is ezt tette, és egy ennél sokkal drámaibb könyvet írt. Hát nem tudom, hogy ő vele mit fognak kezdeni. Hát reméljük, hogy akkor lesz összefogás, nem csak új könyvek, hanem talán tanácskozások, konferenciák keretében. Ugye a mi televíziós vállalkozásunk ezeknek mindig szabad utat enged, tehát ha kedves nézőink, felhasználóink közül is vannak olyanok, akik érvényes, megalapozott mondanivalóval rendelkeznek, mi az Életadó TV-ben ennek mindig helyet adunk. De a kezemben van az 5. könyv, kézben tartott idő, az életidő és életerő gazdálkodás művészete a hétköznapi ember életében. Azt gondolom, hogy itt meg egy nagyon átfogó témához nyúltál, hogy a mai embernek semmire nincs ideje. Legalábbis a legfontosabb dolgokra nincs, aztán, hogy a jellegtelen dolgokra mennyi van, azt most ne firtassuk. A Bibliának is egy központi gondolata, a 4. parancsolatban törvényé tett központi gondolata az, hogy az életünk 6+1 rendszerű, ritmusú, és sajnos a modern ember ezt is elveszítette tömegméretekben, sőt, hát a kereszténységben sincsenek méltó képviselete, hogy 6 napon át munkálkodjál és végezz minden dolgodat, de a 7. nap az az Úrnak napja. Gondolom azért te nem elsősorban bibliai vagy vallási szempontból közelítetted meg, hanem a mai embert folytogató stressz kérdése felől. Igen, az a véleményem, hogy az embereknek rengeteg idejük van, de rosszra használják, és így nem lesz idejük. Nemrég hallottam, hogy egy Forma 1-es versenyzőnek nincs pénze, mert helikopterekbe fektette. Tehát nincs készpénze. Az emberek az idővel is úgy bánnak, hogy rosszba fektetik. És amikor az ember a saját hibájából helytelen cselekedetekbe fekteti az idejét, közli, hogy nincs idő. De az ember önmagát csapja ezzel be. Az időgazdálkodás könyvem annyiban hiánypótló, hogy életidőgazdálkodás. Tehát én nem munka racionalizálással foglalkozom. Én nem azzal foglalkozom, hogy hogyan kereshetnék több pénzt, ha jobban osztom be az időmet. Én azzal foglalkozom, hogyan lehetek jobb ember, ha jól osztom be az időmet. Igen, így nyilvánvaló azok számára, akik eddig hallgatták a beszélgetésünket, hogy téged nem az vezérel, hogy milyen van az embernek, hanem az, hogy mivé válik az ember. De hát a Bibliának is ez a központi gondolata. Pál apostol ezt olyan szépen mondja, hogy én nem azt szeretem, ami a tiétek, hanem titeket, magatokat szeretlek. Én azt gondolom, hogy Biblián nevelkedett és a Biblia által irányított emberi gondolkodás mindig ezt célozza meg. Nem azért élek, hogy valami többet, külsőségekben többet adjak az embereknek, hanem a belső értékekre hívjuk fel a figyelmet. De itt van a kezemben a legutóbbi könyved, ami, ha jól tudom, pár hete vagy egy-két hónapja jelent meg.
és nagyon vaskos könyv, Beteg táplálékaink, alcíme szerint a szalmonellától a madárinfluenzáig, és azon túl, hát most meg már világjárványok és az egész emberiséget sújtó problémák kerültek a tolladra. Itt milyen szándék vezérelt? Miért fogtál bele egy újabb nagy területbe? Könyveim vastagsága attól függ, hogy mekkora hibát kell leleplezzek, mekkora hazugságot kell leleplezni. Hát ez a legvastagabb könyv. A beteg táplálékaink lett a legvastagabb, hogy miért? Olyan mérvű egyensúlyvesztés van ezen a bolygón, világunk helyzete annyira drámai problémákkal küzd, hogy erről nem lehetett nem beszélni. A könyv nem bőbeszédű könyv. Szűkszavúan írok, tömören írok, de hatalmas mennyiségű információt sűrítettem bele. Egy neves, ismert állatorvossal, dr. Saufer Gyulával együtt szerkesztettük a könyvet. A könyv szakmailag teljesen hiteles és helytálló. Nem az a cél, hogy hisztériát, pánikot keltsek. A valóságot írom le. Ha valaki felvágottat vesz, akkor mit vesz? Zsírt vesz, baktériumokat vesz, vizet vesz, és valakiket támogat ezzel. Ha az ember mondjuk tojást vesz, akkor az ember mit vásárol? Szalmonellát vásárol, kampilobaktert vásárol, ételfertőzést vásárol, ételmérgezést vásárol. Ha az ember állati terméket vásárol, vagy bármilyen rossz minőségű terméket, az honnan származik? Az miért rossz minőségű? Mi van az élelmiszer termesztés, termelés hátterében? Olyan tényeket írok le a könyvben, amit máshonnan nem valószínű, hogy be lehet szerezni, az állattenyésztés titkait. A húsliszt, a hullaliszt kérdést. Amikor állatokat bélrendszerükkel, fekáliás rendszerükkel együtt darálnak be, mert így ez feletethető, mint szerves anyag az állatokkal. Ez milyen betegséget okoz? A kergemar akkor miért alakult ki? A madárinfluenza hátterében mi van? A szalmonellózis, a számos mutáns, akár a most megjelent TBC hátterében mi van? Miért alakulnak át a vírusok, a baktériumok? Miért építenek új génállományt? És az állati szervezet, a beteges állatok, nos, ezért beteg táplálékaink. A beteges állati szervezet hogyan és miért funkcionál vírus és baktérium előállító gépezetként ma a világban? És ehhez hogy nyújt segítőkezet a húsipar? Hogy nyújt segítőkezet az állattenyésztés? Miközben, hogyha az ember fogyasztaná azt az élelmiszert, azt a növényt, amit az állatokkal, mint takarmány etetnek fel, hány embert lehetne az éhezéstől megmenteni? És ebben hogyan játszik szerepet a pénzügyi világ, a globalizáció, és számos egyéb kérdéssel is foglalkozom. Nagyon örülök, hogy ezek a könyvek megjelentek, és egy utolsó jegyzet, az egészséges életmód, ami a Sola Scriptura főiskola jegyzete. Ez egy Biblia tudományi főiskola, ahol ugyan egészséges életmódról, táplálkozásról, oktatás különösképpen nincsen, de a szakirányú továbbképzésében végre helyet kapott. Ezt is mindenkinek ajánlom, Tóth Gábor legújabb művét, az eddig felsoroltak is televíziós társaságunknál megrendelhetők. Ezzel a beszélgetéssel indítjuk útjára ezt a sorozatot. Hétről hétre, tehát újabb és újabb adás következik, az egészség evangéliuma. Tartsanak velünk! Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. A mai alkalommal a leggyakoribb megbetegedések okairól, általában a civilizációs megbetegedések legfontosabb oki tényezőiről lesz szó. Ha megvizsgáljuk azt, hogy Magyarország a születéskor várható átlagos élettartam életkor tekintetében hányadik helyen áll európai viszonylatban, azt kell látnunk, hogy gyakorlatilag a legutolsó helyen állunk. Sok szakembert foglalkoztat az a kérdés, hogy hazánk Magyarország egészségügyi szempontból miért áll ilyen nagyon gyászos, ilyen nagyon drámai helyen, szinte az utolsó helyen. Ugye Magyarországon egy megszületett csecsemő lényegében 70 év alatt fog meghalni minden jel szerint, nőknél 70 év feletti,
a halandóság. Férfiaknál azonban 65-70 év között jellemző ez az érték, tehát a férfiak hamarabb távoznak el az élők sorából, mint a hölgyek. Átlagosan 66-68 esztendő a születéskor várható átlagos életkor Magyarországon. Ha megnézzük az ábrát, azt látjuk, hogy tulajdonképpen a Balkán félsziget államai után található Magyarország ezen az ábrán, tehát Albánia, Románia, Bulgária is megelőz minket, és szintén nagy kérdés az, hogy miért? Miért speciális Magyarország ebből a szempontból, és miután a szakemberek jó része megvizsgálta ezt a kérdést, azt látták, hogy Magyarország azért speciális ország, mert hazánkban konfrontálódik a kelet és a nyugat. Tehát hazánkban már megvan a nyugati kényelem, legalábbis részben, azonban a nyugati szemléletmód, az úgynevezett egészségtudatos szemléletmód még nem alakult ki. Megvan már a nyugati kényelem hazánkban, hogy az autó, a számítógép, az internet és egyebek, amelyek szinte székhez kötnek bennünket, vagy négy kerékhez kötnek bennünket. Nagyon gyakori az ülő életvitel Magyarországon, de a szemléletünk még közép-kelet-európai, kelet-európai típusú, vagyis azt eszek, amit akarok, azzal táplálkozom, amit akarok. Én is sokszor hallom, hogy hát nekem ne mondja meg senki, hogy én mivel táplálkozzak. Ha nekem jól esik egy körömpörkölt, akkor én azt megeszem. Ha nekem jól esik a szalonna, akkor én azt elfogyasztom. Csak hát ugye az emberek elfelejtik, hogy ennek súlyos ára van az emberi szervezetbe. Ha megnézzük azt az ábrát, hogy mely betegségek okoznak leggyakrabban halált, melyek a halál okok Magyarországon, azt láthatjuk, hogy minden második ember szív- és érrendszeri betegségben veszíti életét. Ez azért is érdekes, mert ugye Magyarországra is bekerült a növényolajipar. Rengeteg ember fogyaszt margarint. Számos esetben hallunk az omega-3 zsírsavról, és azt gondolnánk, hogy az emberek már leszoktak a sertészsírról, az emberek már nem fogyasztanak libatöpörtyűt, hogy már ez az átalakulás megtörtént hazánkban. Hát sajnos azt kell lássuk, hogy városi szinten igen. Tehát a városi emberek már margarint esznek általában. A városi emberek már olajjal főznek, szomorúan teszem hozzá, olajban sütnek, ami ugye egy elég komoly kockázatot jelent, de a vidéki lakosság még bizony állatot tart. A vidéki lakosság még sertést hízlal, sertést vág, és mivel a szegénység még mindig jócskán előfordul hazánkban, bizony a szegény emberek abban látják a megélhetésüket, hogy állatokat nevelnek. Az állatokat levágják, egy részüket eladják húsnak, zsírnak, más részüket elfogyasztják, lefogyasztják, elkészítik, füstölik, pácolják, és így a mélyhűtőben, vagy éppen a füstölőkamrában, vagy éppen a padláson eláll ez a termék. És szépen a téli időszakban, amikor amúgy is kevesebb a mozgás, az emberek előveszik a zsíros ételeket, és különböző, hát ilyen lakomákat, születésnapi alkalmakat szerveznek, és hát Magyarországon is a nagy ünnepek, ugye, nagy mértékben összekötésbe kerülnek a nagy étkezésekkel. Ha egy nagy ünnep van Magyarországon, legyen a születésnap, esküvő, bármi, tulajdonképpen hatalmas összegeket költenek az emberek az étkezésre, a sültekre, a húsfélékre, az édességekre, és hát bizony ezek a kiemelt alkalmak, ezek nagy mértékben felelőssé tehetők a korai halálozásért. Tehát azt lehetne javasolni így elsőre is, hogy a különböző ünnepeken az ember inkább egészségesebb ételeket fogyasszon, rostban gazdag ételeket fogyasszon. A halálozásokban a szív- és érrendszeri betegségek első helyen szerepelnek. Körülbelül egy esztendőben 140-150 ezer ember hal meg összesen. Ennek 51-52%-a, mint egy 72-74 ezer ember hal meg, vagy szívinfarktusban, vagy ugye a stroke, agyvérzésben, vagy más olyan betegségben, ami összefüggésbe hozható a szívvel, a keringési rendszerrel. Nagyon, nagyon hamar elfárad a szív, nagyon korán kimerül ez a fantasztikus motorja a szervezetnek, sokkal hamarabb, mint korábban.
Nagyon fontos megemlíteni azt, hogy az emberi szervezet nem 50-60 esztendőre van hitelesítve, ha szabad így mondanom. Nem 60-65 évig kellene, hogy éljen az ember. Az emberi genetikában mintegy 100, de inkább azt mondom 110-115 esztendő van kódolva. Tehát mondhatnánk azt, hogy egy 60 éves korában elhunyt ember tulajdonképpen középkorában halt meg. Ha egy ember 100 éves, ugye már az emberek csodájára járnak, hogy egy ember 100 évet megélt. Ugye bemutatja a média, foglalkoznak vele a televízióban, a rádióban. Azt kell mondjam, hogy ha az ember igazából egészségesen élne, akkor 100 éves emberekkel lennénk körülvéve. És egy 105-110 éves ember nem volna annyira különlegesség. Az ember a saját életmódja miatt tulajdonképpen 30-40 évvel megrövidíti a genetikai kódok által meghatározott maximális életkort. Persze mondhatnánk, hogy hát ki az, aki ma ki tudja kerülni a stressz hatásokat, aki ma maximálisan egészségesen tud élni. Hát az egészség evangéliuma sorozatban mindenképpen helye van ennek a válasznak is. Lehetséges-e ma egészségesen élni? Ha valaki egészségesen él, megérhetem a 90 vagy 100 évet, vagy mindig csak azt kell hallanunk, hogy a régiek. A régiek megélték ezt a 100-110 évet. Azt kell mondjam, hogy egy fantasztikus jó hír. Ma is lehetnénk 100 évesek. Ma is lehetnénk 102-103 évesek. Mikor? Akkor, hogyha megtennénk azokat a személyes, és ezt szeretném hangsúlyozni, azokat a saját döntéseinkkel múló személyes lépéseket, mégpedig gyermekkorunktól, vagy kora ifjúságunktól kezdve, amelyek hozzátartoznak az egészséges életvitelhez, és hogy melyek ezek? Hát az egészségvédő étrend, a tiszta víz, amit ma már ugye el lehet érni, az egészséges, intenzív, rendszeres testmozgás például, a helyes légzés technika, a jó levegő, ezek is hozzátartoznak mindenhez. A mértéktartó, mértékletes életvitel. A stressz kezelés, hiszen a stressz nem iktatható ki az életből, teher alatt nő a pálma, szokták mondani. Valamilyen szintű stresszre szükség van az életben, hiszen ezek motiválnak. Egy bizonyos határ felett distresszé válik, egészségtelenné válik a stressz hatás. A pihenés, az éjfél előtti alvás, az egészséges bizalom emberekben, az egészséges hit, az Istenben való hit, ezek mind létfontosságúak az egészség védelmében. Én azt hallom az emberektől, hogy azt mondják, hogy hát ezt a 8 alapelvet, amit most felsoroltam, lehetetlen betartani. Hát persze, akkor lehetetlen, ha valakinek rosszak a célkitűzései. Akkor lehetetlen, ha valaki az életét egészen más váltókon mozdítja ki, és egészen más sineken hal az élet. A szív- és érrendszeri betegségek mellett van egy másik, nagyon-nagyon fontos haláloki tényező. Ezek pedig a rosszindulatú, daganatos megbetegedések. Minden negyedik ember életét valamilyen rákbetegség követeli. Ez lehet emésztőszervi rák, lehet tüdőrák, lehet májrák, lehet agytumor. Számos olyan rákbetegség létezik, amely nem gyógyítható, amely talán megelőzhető volna, sőt nagy eséllyel megelőzhető volna, illetve a szűrő vizsgálattal kiküszöbölhető volna, eltávolítható az adott tumor, a rosszindulatú szövet. Az emberek félnek az orvostól, az emberek azt mondják, nem megyek orvoshoz, mert majd betegé fog tenni. Persze nem az orvos tesz minket beteggé. Az ember teszi önmagát beteggé. A régi bölcsek mondták is, a szakács megbetegít, majd az orvos meggyógyít. Az emberek ezt gondolják, hogy a konyhában majd én megfőzöm, vagy megfőzik nekem azt, amire szükségem van. Persze a szükségem van, az azt jelenti, hogy ami jó ízű. És az emberek, ahogy lenyelték az ételt, a nyelőcsövön az étel lejutott a gyomorba, az embereket nem érdekli az étel továbbá. Az egészségvédelemben az egészséges táplálkozás nem a gyomorig tart, hanem a gyomortól kezdődik. Hát ki az, aki azon gondolkodik este, hogy mit evett reggel? Ilyen ember szinte nincs. Pedig, aki egészségesen él,
annak tudnia kell este, hogy mit evett reggel, a reggeli hogy hatott, ehhez képest hogy állítom össze az ebédet és a vacsorát. Mikor, milyen mennyiséget, milyen minőségben állítok össze és párosítok. Most az emberek erre nem figyelnek, ezért minden negyedik ember rákbetegségben hal meg. A szív- és érrendszeri betegségek és a daganatok hátterében döntően főszabályként életvitelbeli tényezők vannak. Mivel az emberek azt mondják, egyszer élünk, ezért az emberek betegek. És a beteg ember orvoshoz fog menni. Mert amit a konyhában elrontunk, mert mi rontjuk el a konyhában, azt gondoljuk, hogy majd a patikában helyrehozzák. Azt gondoljuk, hogy majd az ehhez értő szakember, aki 8-10-15 évet élt és dolgozott és tanult az egészségügyben, vagy akár 50 évet is, egy jó orvos, az majd minket meggyógyít. Hány embert hallottam, hogy te ismerek egy jó professzort, keresd fel. Az emberek a jó professzorokban hisznek. Az emberek azt gondolják, hogy nincs következménye annak, ha én 20-30-40 évig egészségtelenül élek. Az emberek megijednek, amikor megbetegednek. Meg vagyok döbbenve, hogy az emberek teljes nyugalommal esznek egészségtelen ételeket 20-30 évig. Majd utána jön a betegség. Megjelenik a székletben a vér, a vizeletben a vér. Megjelenik valami rettentő dolog. És akkor az ember, mint aki bepánikolt, mint aki megtébolyodott, sírni kezd, dükitörései vannak. Biztos rákbetegségem van, valami szörnyű, halálos kor támadott meg. Megdöbbentő. Czeisler Endre professzor úr is egy ízben hangsúlyozta egy riportjában, egy interjújában, hogy a magyar ember nem gondolkodik. Ezt majdnem szó szerint így mondta Czeisler professzor. A magyar ember nem gondolkodik, mert akkor kezd észbe kapni, amikor már súlyos az állapot. Amikor már nehezebb a gyógyulás, vagy egyáltalán nem lehetséges a gyógyulás. A magyar ember nem gondolkodik ilyen szempontból. Persze, teszem hozzá gyorsan, hogyha tegyük fel, vásárolunk valamit, eltávozunk a pénztártól. Szerintem nincs olyan magyar ember, aki ne nézné meg a blokkot, és ne számolná vissza, hogy amit vásárolt, az hány forintba került. Szinte forintra pontosan. Ugyanaz az ember, aki megszámolja, hogy mire mit költött, és nem csapták-e be. Ugyanez az ember engedi, hogy becsapja őt az élelmiszeripar. Ugyanez az ember engedi, hogy önmaga becsapja önmagát a konyhában, az ételkészítéssel. Félelmetes ez a helyzet, ez a paradoxon, ez az ellentmondás. És Czeisler professzor úrnak igaza van. A magyar emberek, és nem csak a magyar emberek, a civilizált világ döntő része nem gondolkodik ilyen szempontból. Nem veszi tudomásul, hogy az emberi szervezetben törvények vannak. Hogy az emberi szervezet rendkívül következetes. És ha én hibázok, a hibának a következménye betegség. Az emberek nem szeretik, hogyha őket megtanítják. Nem mindenki szereti. Ha őket meg akarják tanítani, hogy hogyan táplálkozzanak, hogyan főznek, hogy hogyan főzzenek, az emberek sokszor úgy érzik, ők mindent tudnak. És mivel ez nem igaz, végül az orvosra bízzák az életüket. Gondolom, volt már olyan ember, aki műtőasztalon feküdt, kiszolgáltatva. Műtőasztalon feküdt, és nem volt biztos, hogy újra ki tudja nyitni a szemét a műtét után. Ha belegondolnánk ezekbe a dolgokba, a megelőzés, a prevenció nagyon fontos volna számunkra. Az emberek akkor jönnek rá, hogy milyen fontos a megelőzés, amikor már nem fordíthatják vissza teljesen az időkerekét. Nem csinálhatnak már bármit, nem ehetnek már bármit. Magyarországon az emberek döntő része tehát szívbetegségben és rákbetegségben hal meg, csak egy pár százalék a baleset összességéhez képest a halálokoknak, egy pár százalék a májcirrózis, egy pár százalék a tüdőproblémák, összességében az életmódunk miatt halunk meg. Az életmódunk viszont a döntésünktől függ.
Rendkívüli módon számít ez, és ezért mondanám, hogy ez evangélium. Ezért mondanám, hogy ez jó hír. Az életvitelben az a jó hír, hogy ezt én befolyásolhatom. Ha én azt mondanám, hogy én semmiről nem tehetek, az rossz hír. Az életben számos dolog van, amit nem mi befolyásolunk. Nem szabhatjuk meg, hogy mindig, hogy milyen munkahelyen dolgozzunk. Nem szabhatjuk meg, hogy milyen helyen lakjunk. Hogy mennyi legyen a jövedelmünk. De azt, hogy ma mit eszek, hogy tegnap mit ettem, hogy holnap elmegyek-e az edzőterembe, elmegyek-e futni, hogy mennyi a testtömegem, ezt én szabom meg. Nem a szomszédom, nem a barátom. Az ember az életviteléért önmaga felel. Ezért igazságos, hogy amikor valaki beteg, és az életvitele a helytelen táplálkozása miatt beteg, akkor ebben az ő felelőssége a legnagyobb. Az életmódon belül azt kell hangsúlyozni, hogy az étrend, a táplálkozás egy rendkívül domináns tényező. Már Szent György Albert elmondta, hogy az életvitel számos tényezője nagyon fontos, de Szent György is hangsúlyozta, hogy a levegő, a légzés, a mozgás, a pihenés, a stressz és egyebek mellett tulajdonképpen, ha egyet ki kéne emelni, ami a legfontosabb. Azt mondta Szent György egy interjúban, az étel, a táplálék, ez a legfontosabb. És miért? Meg is magyarázza a professzor, azért, mert az étel hatol be a szervezetünkbe a legközvetlenebbül. Tulajdonképpen szűrés nélkül az elfogyasztott táplálék sejttől sejtig hatol. Amit mi megeszünk, az részünké válik. És bár az emberek hatalmas biztonsági zárakat szerelnek a bejárati ajtójukra, hogy senki illetéktelen ne hatoljon be a lakásba, a házba. Mindenünket őrizzük, féltjük, az iratainkat. Az ember attól retteg, el ne lopják a táskámat, az irataimat, az autómat, be ne törjenek a házamba. De kedves nézőink, vajon ki az, aki azt mondja, hogy vajon az én szervezetembe? Vajon mit juttatok? Vajon vannak-e idézőjelbe tett illetéktelnek? Adalékanyagok? Vegyszerek? Toxinok? Vannak-e a szervezetembe? Szeretnék erre választ adni, vannak, nem is kevés. Az emberek jelentős mennyiségű vegyszert, toxint, káros anyagot juttatnak be a szervezetükbe, és miközben mindenünket védjük a legfontosabbat, a saját testünket. Nem tápláljuk. Csak eszünk, de nem táplálkozunk. Ez két külön dolog. Az emberek esznek, az emberek falnak, az emberek mértéktelenek, az emberek folyamatosan juttatnak a szervezetükbe valamit, valamiket, amiket élelmiszernek nevez az élelmiszer törvény. Az egészségvédelemben számos dolog nem számít élelmiszernek. Számomra az számít élelmiszernek, ami nem csak emészthető, vagy lebontható, hasznos. Ami hasznos, aminek nincs mellékhatás, ami nem okoz szívbetegséget, nem csak rövid távon, hosszú távon sem. Minden olyan anyag, élelmiszer, ami az emberi szervezetnek hasznára válik, ami a sejtet táplálja, ami sejttáplálék, ami nem csak energiát ad, hanem életet ad. Ami életet ad. Az üres, cukrozott junk foodok, haszontalan ételek, hogy az angol nyelvből átvett kifejezés, junk foodok. Hot dog, hamburger, sült burgonya, gyors étterem hálózatok termékei. Az emberek ezzel táplálkoznak. De vajon mindez hova vezet? Korai halálhoz. Az emberi szervezet ki van égve. Az emberi szervezet sokkal gyorsabban használódik. Műszaki életből vett szóval amortizálódik, mint régen. A régi emberek azért éltek meg 100 évet, mert lassabban használódtak. A mai ember kétszeresen használódik. Két végén égeti a gyertyát. Fizikailag, lelkileg, szellemileg az emberek gyorsan tönkre mennek. Az ember, az idegrendszer ezt nem bírja. Ezt a tempót, ezt a többszörös stressz hatást, hogy egy ember 2-3 ember munkáját végzi el, ezt nem lehet bírni. Jó időgazdálkodással,
helyes táplálkozással, megfelelő pihenéssel megelőzhető a baj. Megelőzhető a baj olyannyira, hogy az életminősége már rövid távon is látványosan javítható. Az emberek az orvostudománytól teszik függővé az egészségüket. Azonban az az ember, aki szeretne jó életminőségben élni, ne vagy ne csak az orvostól tegye ezt függővé. Önmagunk tegyünk magunkért. De vigyázzunk, mert sokan tudják, hogy erre szükség van. Vigyázzunk, mert sokan pénzt fektetnek abba, hogy mi termékeket megvegyünk. Úgynevezett egészségbiznisz jött létre, és ez folyamatban is van. Ahhoz, hogy egészségesek legyünk, vásároljunk tápanyagkiegészítőket. Vásároljunk különböző sejttáplálékokat. Vásároljunk különböző hatóanyagokat. Jó pénzért. Az egészség evangéliuma sorozatnak az a célja, hogy ne eladjunk, hanem adjunk. Hogy ne kelljen a pénztárcánkat kiüríteni, hanem egyszerű, hangsúlyozom, olcsó, szinte ingyenes alapelvekkel. De ezek rendszeres, fokozatos és folyamatos alkalmazásával igazán jó minőségű életre, jó életminőségre tegyünk szert. A legfontosabb, és ez Karinti is elmondta, nem az, hogy hány évig élek, mert én itt sokat beszéltem az élet tőkéről, az élet hosszról. Önmagában nem számít, hogy én most 80 vagy 82 évig élek. Az a lényeg, hogy azt, ha kevesebb ideig is élek, mert örököltem valamilyen problémát, milyen minőségben élem le. Az emberek nem csak kevés ideig élnek, azt a kevés időt is rosszul élik. Ez dupla kár. Mert legalább azt a 65-70 évet igen jó, lelki, szellemi képességgel élnék le. Vagy ha valaki csak 54 évig él, vagy 56 évig, el tudja vajon mondani, hogy érdemes volt, mert jól éltem. Nem. Az emberek ezt, hogy jól élek, ezt inkább anyagilag. Milyen házam van, milyen autóm van, aztán meghalunk. De a Biblia is mondja, mit vihetünk magunkkal a sírba. Mit vihetünk magunkkal a sírba? A jellemünket. Még az egészségünket se vihetjük el. És ez a lényeg, hogy még az egészség sem lehet cél. Az egészség nem célja az életnek. Az egészség az élet legfontosabb, szinte legfontosabb eszköze, hogy jót tegyünk. Az egészséges embernek elég ereje van, hogy másokkal jót tegyen, hogy gyermeket neveljen. Az egészséges ember nem fáradékony, kevesebbet alszik, mert kevesebb az alvás igénye. És miért kevesebb az alvás igénye? Mert egészségesen táplálkozik, és nincs annyi méregtelenítendő anyag. Ugyanis éjszaka a pihenésünket, az alvás hosszát nagyban befolyásolja, hogy mennyi a méreg, mennyi a detoxikálásra váró anyag a testünkben. Aki kevesebb mérget visz be, az kevesebbet alszik. És még fittebb lesz, mint mások, akik 2-3 órával többet alszanak. Rendkívül fontos ez a téma. Az egészség evangélium. Mert jó hír. Jó hír azért, mert megnöveli az élethosszat, jó hír azért, mert javítja az életminőséget, jó hír azért, mert nem tesz kiszolgáltatottá, hanem az én döntéseimtől teszi függővé az életemet, jó hír, mert azt üzeni, hogy van remény. Nem csak, hogy van remény, hanem használható ötleteket ad az egészségvédelem ahhoz, konkrétumokat, hogy mi jobban és hosszabb ideig éljünk. Hogy nem kell annyi fehérjét fogyasztani. Hogy nem kell hiperkalorizálni. Hogy az immunrendszert helyre kell állítani. Hogy a bélrendszerünket ki kell tisztítani. Hogy az elsavasodást meg kell szüntetni. És számos ehhez hasonló jó hír van, amely nagyon szerte ágazó. Nos, az egészséges életvitel tehát egy jó hír, egy olyan hír, amit ha valaki nem hal meg, az tulajdonképpen majdnem mindenről lemarad.
ebben az életben.